Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és ez a második videóm a mai nap folyamán. Így őszintén szólva ez az egész nem volt betervezve, de kötelességem elkészíteni, ugyanis pár órával ezelőtt elindult egy csaló hirdetési kampány, amihez jogtalanul felhasználták az arcomat. Én ez egészhez egyáltalán nem járultam hozzá, ismertek, soha, de soha nem adnám a nevemet csaláshoz. Köszönöm szépen egyébként, hogy rengetegen elküldtétek, így fel tudok lépni ez ellen. Az első és legeslegfontosabb lépésem az, hogy elkészítem számotokra ezt a videót, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy ne dőljetek be ennek az egésznek, ugyanis átverés, nem létezik ingyen pénz, nem kaptok 5000 forintot, ne hívjátok fel azt az MLD-es telefonszámot. Láttam egyébként, hogy Alexszal is megtörtént ugyanez, de minél több emberhez el szeretném juttatni, hogy ez egy kamu, ugyanis 5 perc ezelőtt én kaptam olyan üzenetet, hogy Robi, hol az 5000 forintom? Ugyanis ez a csalás 5000 forintot ígér annak, aki felhívja az MLD-es telefonszámot, és válaszolgat kérdésekre. Nincs ilyen, ne hívjátok fel, lehetséges, hogy ebben a pillanatban is most vernek át valakit, szóval minél hamarabb fel szeretném tölteni ezt a videót, hogy minél több emberhez elérjen, és hogy ne verjenek át embereket. De érted, hogyha én felrakok nektek egy videót, akkor van azon egy szűrő, hogy mehetnek alatt a reklámok, vagy pedig sem. Kérdem én, kedves YouTube, a hirdetéseknél miért nincsen? Egy orosz YouTube csatornán lett feltöltve, aminek 4 feliratkozója van. Bármit lehet hirdetni akkor YouTube-on? Egyébként még az is furcsa számomra, hogy ugye onnan lehet tudni, hogy MLD-es telefonszám, hogy 0690. De tudtommal Magyarországon minden egyes SIM kártyához egy személy vagy egy cég kapcsolódik. Szóval ez a telefonszám valaki nevén van, vagy valamelyik cég nevén. Bár lehetséges, hogy valami cyber bűnöző csoport hajléktalanok nevére váltotta ki, ugyanis régebben ebből voltak botrányok. A következő lépésem az lesz, hogy ráírok a YouTube-ra és megpróbálom leszedetni a hirdetést, plusz, hát ha még leírják az IP címet, amiről az a YouTube fiók lett kreálva, bár nem hiszem, hogy sokra megyek vele, ugyanis szerintem folyamatosan váltogatta ez a cyber bűnözői csoport, mert hát ez egy bűncselekmény amúgy, amihez felhasználták jogtalanul az arcomat. Majd jelentkezem, hogy mi lett az egészből, ti pedig vigyázzatok és ne adjátok, hogy átverjenek. A kedves csalónak pedig üzenem, hogy remélem, hogy elkapnak.